a magyar kormány szembefordul a NATO-val és az EU-val is, miközben Oroszország csatlósává válik. Most már zuborog a harmadik világháború, bizony fögyverkezik Irán. Ez nem vicc, ez a vicc. Nagyba, a kurva uristókát. A pörzsa öbölbű, a pörzsa öblöt, hogy azt a csomorusz, Hormuz szorost Iránba, meg Rawalpindi környékén le akarják zárni. Le akarják zárni, mert ugye az olaj, nem az étolaj. Piára mindig legyen bízvég háborúba is. Cseréd el a kenyeredet, piára meg cigire. Piára mindig legyen bízvég háborúba is. Cseréd el a kenyeredet, piára meg cigire. Összefog Kínával a rizsákat, tarkonyák. A sárgákkal összefog most Irán, és akkor már vörös-körös se fog rajtunk segíteni. Nagyba beigazolódik a tételem, a kurva cumpel is úr is tókát. Például Csokányira úgy ibár, hogyha harmadik világháborúba, ha lőnek nagyba, forgótáras, mondjuk egy, mit tudom én, egy cserettával, daszis börettával, vagy itt én mondjuk karabélya, piára mindig legyen bízvég háborúba is. Cseréd el a kenyeredet, piára meg cigire. Piára mindig legyen bízvég háborúba is. Cseréd el a kenyeredet, piára meg cigire. A Híradónk által megkérdezett külpolitikai szakértő szerint a háborús retorika egyre erősebb lesz a választási kampányban. Ukrán zászlót lengetve ünnepelték a demokrata képviselők a kongresszusban, hogy átment az Ukrajnának szánt 61 milliárd dolláros segélycsomag. Zelenszkij szerint ez a támogatás megakadályozza a háború kiterjedését. Piára mindig legyen bízvég háborúba is. Cseréd el a kenyeredet, piára meg cigire. De ma Európában a hangulat háborús, a politikát a háború logikája uralja, és mindenki részéről háborús készülődést lát. Úgy látja, egy lépésre vagyunk attól, hogy a nyugat katonákat küldjön Ukrajnába, és a háborús örvény a mélybe ránthatja Európát. Piára mindig legyen bízvég háborúba is. Cseréd el a kenyeredet, piára meg cigire.